Először valaha kapott igazi kihívásokat ennek köszönhetően a Fortnite. Csak interaktálni kell vele, és ad egy random szivatást 4 lehetőség közül. És ha nyersz ezekkel, pedig megkapod az eddigi legnehezebben megszerezhető titkos wrapet. És a kihívást pedig itt lehet fölvenni. Na nézzük, be is boxolom szépen. Olvassuk el, take damage while standing still. Szóval, ha ezt kiváltjuk, akkor egyből elkezdünk sebződni, hogyha egy helyben állunk. Gyorsan szemléltetem, ott van. Ötöket kopok körülbelül, és ennyi volt. De mostantól kezdve végig ez pont ezt kell csinálnunk. Amúgy kíváncsi vagyok, hogy a kocsiba szállunk, az vajon egy helyben állásnak számít? Ez mit csinál? Ez is challenge-ezni akar? Ha, oszta! Oszta! Hát, elsőre ez nem jött össze, de ne féljetek, mert még csak most indulunk be. Ó, ezúttal egy új kihívást adott. Mégpedig, hogyha fölveszek egy tárgyat, akkor sebződök. Szerintem amúgy ez egyszerűbb lesz, de nézzük, hogy pontosan ez mennyi sebzés jelent. Itt van, kidobtam a bumboltomat, visszaveszem. És kapok 10 damage-et. Édes Istenem, már 60 HP-n vagyok, de azért ezzel a challenge-el kicsit talán jobban tudok számolni. Több rugalmasság lesz bennem. Ó, várjál. Ah, kell az az ammó. Minusz 10. Azt hiszem kell lenni fog egy pár heal. Add ide a medkitet, érted, a medkit sebez. Úgy ez az ammo box, ez meg is ölhet amúgy. Azt nézd. 40, 30, 10, 20. Majdnem megöl egy ammo box. Attól félek, hogy lesz egy ilyen alapreflexem, hogy megölök valakit, és így egyből föllútolok mindent tőle, és meghalok. Szia! Na ez egy jó harc lesz. Amit nem nyerhetek meg szerintem. Menjünk innen, ne! Ne! Jön utánam! Áú! Hát akkor be kell szállnunk. Én vezetek valamiért. Gyerünk, azaz! Jó, fölvehetek egy pár dolgot, nem azt akartam. És még ezt ad ide. Még ezt. Jó, 10 HP. Hílejünk be nagyon gyorsan. Ez az! De fél. Hopp, 108! Miből van ez a cowcatcher? Oh! És bespintelek a boxába, mert megteltem. Jaj, ó! Na igen, várjál! Erre kell figyelni. Átfutunk úgy is ezen, és kész. Jaj! Ott van. Jaj! Gyerünk! Full box. Ott van, G! Az első kihívás. A második kihívás. A floor is lava. Ahogy hozzáérek a föld, az egyből sebződöm. De nézzük mennyit amúgy. 5-5. Ez is 5-5 sebez. Amúgy elég lassan. Ó, uram. Hát ez nem is ijesztő. Ráadásul egy kesztyűt is sikerült találnom, ami még inkább a segítségemre volt. Nagyon jó pofa, ahogy a kihívás miatt ilyen játékosan kell tényleg ugrálnunk tárgyról tárgyra. Ez még jobb is lett volna, hogyha zero build-ben teljesítem, de ez csak így utólag jutott sajnos eszembe. Gyerünk! Megvan, tökéletes. Arra kell figyelnem, hogy ne legyek 5 HP-n, mert most körülbelül lehetetlen úgy kiszállni az autóból, hogy ne sebződjek. Mondjuk, ha felmegyek így épületre, akkor nem biztos. Ez lehet, hogy mi nem számít földnek itt. Aha. Nagyon ki van ezt találva. A kesztyűvel pedig tényleg túl egyszerű lett a kihívás. Pár sebzést elszenvedtem a talajtól, de azért ez még nem döntött le a lábamról. De azért egy pofátlanság volt a játék részéről, ami nem esett jól. Ti észreveszitek hamarabb, mint én? Én miért kapok sebzést? Körülöttem autókat a keringet, szóval a lehető legészrevétlenebből próbáltam bújni, de ezek a félelemből táplálkoznak és kiszagolják. Ez nem lehet igaz! Hagyjatok békén! Oké, 1v1! Most kell lecsapni!
Nem tudom, az miért nem vált be. És ott van. Nem tudom, hogy hol van, de nem is kell. Második challenge teljesítve. A floor is lava, easy peasy. A harmadik meccsemben felvettem újra azt a kihívást, ami elsőnek nem jött össze, azaz, hogyha nem mozgok, sebződni kezdek. Egyből jött is, ki megnehezítse a dolgomat, és körülbelül nullára lőtt. Se hílem nem volt, megállni gondolkozni pedig nem tudtam, szóval jöhetett megint csak a megbízható kesztyű. Jó. Nyomjuk be a biget, ez az. Azt nézzétek, még egyszer szemléltetem, csak hogy megvan a challenge. Megállok. Puk, 70. Csak ugye játék elveszi. Rohadj meg, hogy állsz egy helyben. Wow! Azért kérek 200 V-Bucksot, az milyen jól nézett ki. Ezt nem tudom, hogy tudtátok-e, de ha elfoglaljátok ezt a szigetet, akkor kaptok egy ilyen szuper titkos mítik tárgyat, amit sehonnan máshol nem szerezhetsz. Nagyon örülök, hogy végre van valami értelme tényleg ezeknek a matin meg a, nem tudom, legalúton kívül. És ott van a mítik Desert Eagle, el is hozzuk szépen. Van rajta egy jó kis ilyen, nem is tudom, másfél szereszkó? 185-öt sebez fejbe, ha minden igaz. Próbáljuk meg letesztelni. Aha, ott várjál. Ott is a lehetőség. Gyerünk. Belövök a szélvédőn. Gyerünk! 103. Hogy kell ezzel lőni? 185! Ez már majdnem egy sniper. Szóval, ja, ezt a kis deagle-t szerintem szerezzétek meg. Lehet vele aprítani. Aszta. Megleszel? Ez nehéz. Hazudtam! Ez csak a komikus hatás miatt volt. Hát akkor tudod, hogy véged ekkor. Tudod, hogy véged! Júj! Ó, valaki ziplinozik. 100. És G to the G emberek. Szerintem back to back nyertünk. Megcsináltuk a jegyhelybe challenge-et is, azt hiszem. Nem én voltam ám az egyetlen, aki a Wastelander kihívásokat teljesíteni akarta. Ketten is mentek a kis szigetemre, így inkább máshol lootoltam fel magam, de a velem való találkozást nem úszták meg. Szia, Kira! Kezd újra a challenge-ed akkor. Hát most rohadt kicsi esélye lesz, hogy újat ad, de hát hogyha... Azt már csináltuk. Szóval ebben a meccsben nem tudtam challenge-ezni, de egy achievementet akkor is teljesítettem, az exploit bajnokot. Ne feledjétek, hogy a legjobb counter a kocsikra, hogy pikexeltek, miközben beszálltok egy autóba, és nem engeditek fel utána sem az ütést. Ez csak akkor nem működik, hogyha turret vagy vezetőülésbe ülsz. pikexelem őket. Ojjaj, szegény. Nem tudsz beszállni. Jaj, te is kapod. Na, hash kifele. Aki most ebbe beszáll, annak vége. Az élet és pajzstárgyak nem használhatóak. Emberek, megvan a következő challenge, beadta szerencsére. Hát ettől félek. Amúgy, ha megszerezném a medált, amit tölt magától, pajzsot, akkor nagyon könnyű dolgom lesz. Ez az. Melyik volt nálad? Az nem az szerintem. Ez a végtelen ammós. Az se rossz. Minden medált elfogadunk. Nem tudok semmit elhasználni. Várj, akkor tök fölöslegesen van nálam ilyen mi. Medkit. Mondjuk azt nem is lehetne. Big Shield. Az se lehet. Akkor nem hozok pajzsot. Jó. Ott van. De dead vagy. Várjál, az a jó medál? Az jó medál lesz? Jó! És mostantól emberek, a challenge easy szerintem. De hogy még egyszerűbb legyen, az utolsó medálost is elraktam az... láb alól. Tökéletes! Úristen, az a loadout full mítik! Innentől kezdve bátran dupla vészettem, és le sem higgadtam, míg az utolsó autót sem robbantottam fel. Szasz. Most mi lesz vele?
érted? Te. Majdnem. Rip. Azt a. Megkapta a tripla kombót. Ott van. Csúszik az utolsó áldozat. De ez para. Ott van, GG! Hú! Azt hiszem ez lett volna a negyedik kihívás, és egyben az utolsó is, a Wastelander wrapet pedig meg is kaptam. Szuper, hogy ilyen vagány, valódi challenge-eket is kaptunk végre. Köszi, Epic!